Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás. Ebben a kedvezményben benne van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját. Ennél a kedvezményes jóslásnál a díjam 5000 forint. Ez a felvétel egy személyes jóslás Anael számára. Kedves Anael, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással. A bal oldalon lévő kártyák azok a te kártyáid. A jobb oldalon lévő kártyák, azok az ő kártyái. Ami most itt látható, az mutatja a te jelenlegi helyzetedet. A középső kártyán látható egy fa. Ennek van gyógyító ereje, de azt is jelenti, hogy te szeretnél valahol legyökerezni. És melyik életterületen hat ez ki rád? Ezt mutatja ez a szív, tehát egy szerelmi párkapcsolat. Amit téged kicsit bizonytalanná tesz, azt mutatja a felhő, mert minden olyan beborult, nem látni át ezen a felhőn, nem látod át a dolgokat. Viszont a felhőnek van még egy jelentése is, mégpedig utal fél évre. Fél éven belül meg lesz a biztonság érzete. Az nem jelenti azt, hogy te addig vársz, amíg ő jelentkezik, hanem fél éven belül meg lesz ez a stabil párkapcsolat, ahol az lesz az érzésed, igen, én most itt legyökereztem. Most megnézzük az ő jelenlegi helyzetét. A jobb oldalon, ott középen látható ez a koporsó. Természetesen utalhat egy örökösödési ügyre is, de a kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez azt közli veled, ő most lezár valamit. Ő be akar fejezni valamit. Ő áll itt a középpontban, és ez mutatja az ő tartását. Lehet, hogy egy kicsit olyan egoisztikus, de azt is jelentheti, hogy ő vár arra, hogy mások észrevegyék, hogy elismerést kapjon. És a harmadik kártya, amin a gólyák láthatóak, az jelenti a változásokat, mint mondtam, gyakran költözködést. És most megtekintjük azt, hogy mik a gondolataid, vagy miről kellene elgondolkoznod, mert ez történik nálad a közeljövőben. Az első kártya ott fent, bal oldalon, ez a horgony utalhat arra, hogy valahol szeretnél lehorgonyozni, legyökerezni, ugyanúgy, mint ahogy a fa is ezt közli veled. Ez a kislány természetesen utalhat gyermekekre, de a szimbolikus jelentése egy új kezdet. Lesz nálad egy új kezdet. A horgony jelenti a munkahelyi viszonyokat is. Itt lehet egy munkahelyi változás. A harmadik képen a madarak láthatók, és az jelent egy hírt vagy beszélgetéseket. És ezekre az újdonságokra számíthatsz a közeljövőben. Az is lehet, hogy beszéltek egymással, és az a fő téma, hogy hol tudtok gyökeret verni. Ez lehet egy változás, ez lehet egy költözködés. És most megtekintjük az ő gondolatait, terveit, vagy azt, amiről neki kellene elgondolkoznia, mert ez várható rá a közeljövőben. Ott jobb oldalon felül látható egy könyv. Ez utalhat az ő tudására, de arra is, hogy ő zárkózott.
Viszont hamarosan hat a lilium, és az azt jelenti, itt kiderül a valóság, itt rendeződnek a dolgok. A lilium utal az ártatlanságra, a tiszta érzésekre, de arra is, hogy itt kitisztul valami. Mint ahogy mondtam, kiderül a valóság, és ő nyitottan fog beszélni az érzelmeiről. A csillagkép jelenti a szerencsét, azt is, hogy minden meg van írva a csillagokba, tehát ez a kapcsolat nem véletlen, hanem így van megírva a sors könyvében, így van megírva a csillagképekben is. De még visszatérve a liliumra. A Lenormand kártyánál a lilium utal a testi kapcsolatra. Lehet, hogy ezen a téren ő még kicsit zárkózott, de szeretne erről a témáról is beszélni veled. És most megtekintjük a titkokat. Az, ami még számodra egy titok, vagy amit titokban kellene tartanod, előfordulhat az is, hogy a kártyák a távoli jövőt mutatják, ami még egy nagy titok. Az első kártyán ott lent bal oldalon látható egy ostor. Ahol az ostor van, ott vannak viták, veszekedések, fájdalmak. Szerencsére ott vannak az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek vannak, ott felfalnak mindent, és ezzel eltávolítanak valamit. Neked ez jó és előnyös, mert ezek a viták, veszekedések eltávolodnak az életedből. Aztán ott van egy levél, egy jó hír is. Persze az is lehet, hogy neki vannak vitái, veszekedései, és ő ezt lezárja, eltávolítja, és jön számodra ez a jó hír, amit ez a levél mutat. Most megtekintjük az ő titkait. Az, amit még ő nem tud, mert nem akar odafigyelni, vagy amit ő eltitkol, lehet az is, hogy nála később fog ez bekövetkezni, és emiatt még egy nagy titok. Itt jobb oldalon alul látható a kígyó. Ez jelentheti nála a változásokat, a megújulásokat. Ez a kígyó gyakran egy hölgyre utal. Az lehet egy társnő a múltból, mert a koporsó ezt már lezárta, tehát itt a múltról van szó, de lehet ez a hölgy valaki a családból, és az utalhat egy örökösödési ügyre. Ezt jelenti a koporsó, és a torony a bíróságot. De ő ezt le akarja zárni. Lehet, hogy nem mond erről neked semmit, mert itt alul vannak a titkok, és ő ezt titokban tartja. De nincs párkapcsolata, itt minden le van zárva. A harmadik kép ott alul mutatja az utakat, a kereszteződést. Az jelentheti azt, hogy a sors utatok kereszteződött, vagy ő később eléri ezt a kereszteződést, és döntéseket hoz. Elgondolkozik azon, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, itt lesznek fontos döntések. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami benneteket összeköt, ezt mutatja ez a virágcsokor. Ez szép, ez kellemes, lesz egy meglepetés, vagy egy ajándék. A virágcsokor jelenti a tavaszt is, május hónapot, akkor lesz egy meglepetés. Amit én érzek ebben a virágcsokorban, hogy itt lesz egy eljegyzés. És most áttérek az asztrológia területére az indiai számítás szerint. A nap szimbolizálja a ti éneteket.
A te horoszkópodban a nap az indiai számítás szerint a mérleg jegyében van, az ő horoszkópjában pedig az ikrek jegyében. Mindkettő a levegő eleméhez tartozik, így ti egy hangban vagytok. Tudtok egymással beszélni, vannak jó ötleteitek, és megvan ez a könnyűség. Most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja az érzelmeket. Te egy teli hold napon születtél. Az indiai asztrológusok úgy mondják, hogy aki egy ilyen napon született, teli holdnál, annak szerencséje van az életben, mert a teli hold bevilágítja az életutat. A te horoszkópodban a nap a mérleg jegyében van, a hold a kos jegyében szemben állnak, és ez utal erre a teli holdra. Ő egy új hold után született, egy ilyen növekvő hold fázisban. Hogy melyik jegyben van az ő holdja, nem lehet tudni, mert nem tudjuk, hogy hány órakor született. Ez lehet a rák jegye, de lehet az oroszlán jegye is. Ha a hold a rák jegyében van, akkor ott jól érzi magát, mert a hold uralkodik a rák jegye felett. De köztetek akkor van egy belső feszültség, ami kihat az érzelmekre. Ez az elemekből adódik. A rák jegye az a víz eleméhez tartozik, a kos jegye az a tűz eleméhez, és ez túl sok, nincs köztük harmónia. A tűznél sok a víznél pedig sok a tűz. Viszont, ha az ő holdja az oroszlán jegyében van, ami szintén a tűz eleméhez tartozik, akkor megvan köztetek ez a harmónia, ami kihat az érzelmekre. Attól függően, hogy hány órakor született. Ha napkelte előtt született, akkor a holdja a rák jegyében van. Ha napkelte után született, akkor a holdja, azaz oroszlán jegyében van, akkor szerencséd van. És most megtekintjük a Vénusz bolygó energiáját. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a nőiességet. A te horoszkópodban Vénusz bolygó utal a szerelmi kapcsolatra és a te nőiességedre. Nálad Vénusz bolygó visszatekintő, ami utal a múltra. Azt is jelentheti, hogy a szerelmi élet területén inkább visszahúzódó vagy. Vénusz bolygó nálad az indiai számítás szerint a Szkorpión jegyében van, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt mozog a lefele mozgó holdcsomó Kétú, ami kármikus témákra utal, és Ketunál a múltról van szó, itt lesznek az emlékek. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó az a kos jegyében van, nála mutatja az ő ízlését, de azt is, hogy képzeli el a párkapcsolatot, azt is jelenti, hogy mit vár el a társnőjétől. Mivel nálad a hold szintén a kos jegyében van, nála pedig a Vénusz bolygó a kos jegyében, itt van köztetek harmónia, és mindkettő nőies energia, mert a hold szimbolizálja az anyai érzéseket, tehát szintén egy nőies energia. Ha én összehasonlítom kettőtök Vénusz bolygóját, a tiédet a Szkorpión jegyében, az övét a kos jegyében, akkor van köztetek egy úgynevezett quincunx kapcsolat.
az azt jelenti, hogy nem tudni hogyan tovább. Én ezt mindig egy ingával szoktam elmagyarázni. Képzeld el, hogy van előtted egy inga, és én megkérdezném, mondd meg, hogy melyik irányba mozdul ki, akkor a válaszod, nem tudom, fogalmam sincs. És ez a bizonytalanság érezhető mindkettőtöknél. Mivel Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi kapcsolatot, ezen a területen mindketten bizonytalanok vagytok. És most áttérek a Mars bolygó energiájára. Mars bolygó jelenti a mi erőnket. Mutatja azt, hova kell befektetni az erőt, vagy azt, hogyan tudjuk megvédeni magunkat. Ez a Mars energia nálunk, hölgyeknél is van, de jelenti a párkapcsolatban a férfiakat, mert Mars bolygó, ez egy ilyen férfias erő. A születési horoszkópodban utal a te lelki társadra. Az indiai számítás szerint a te Mars bolygód a bak jegyében van, ami arra utal, hogy megvan ahhoz az erőd, hogy elérd a céljaidat. Ami fontos most a bak jegyénél, hogy itt mozog ez évben Szaturnusz bolygó. És Szaturnusz bolygó az kihat a sorsra. Itt lesznek sorsdöntő változások nálad. Nem csak Szaturnusz bolygó mozog most a bak jegyében, hanem Plutó bolygó is mutatja a belső erődet és a koncentrációt, hogy mennyire fontos ez az életterület a te születési horoszkópodban, a bak jegye a kettes életházban van, ami az anyagiakra utal, az értékekre, a te belső értékedre is. Év elején és év végén, október és november hónapban itt lesz Jupiter bolygó is, ami neked szerencsét hoz, ad számodra lehetőségeket. De mutatja azt is, légy tisztában a te belső értékeddel, és fontos, hogy mások felnézzenek rád, hogy mások megbecsüljenek téged. Ez most a feladatod, ezt tanulod, mert Szaturnusz bolygó tanít bennünket. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, az a rák jegyében van. Nálad a bak jegyében. A rák jegye és a bak jegye szemben áll. Itt tükröződik számotokra valami. Te tükrözöl számára valamit, ő tanul tőled, és te tanulsz tőle. De ez nem csak egy tükör, hanem ez olyan, mint egy mérleg, itt kell az egyensúly. És ezt az egyensúlyt középen találjátok meg. Itt van egy arany szabály. Ne túl sokat, ne túl keveset. Ne légy mindig visszahúzódó, hanem keresd a kapcsolatot vele, de ne túl sokat. Várj arra, míg ő jelentkezik, és így tudjátok ezt az egyensúlyt tartani. Kedves Anael, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!